fiatalokkal telt meg a Vármegyeháza díszterme, akiket élőzene köszöntött Nyíregyházán. Megkezdődött a 28. Országos Ifjúsági Honismereti Akadémia, amely ezúttal a Nyírségbe várta a fiatalokat. A Honismereti Szövetség elnöke azt mondta, a diákok pályázati úton kerültek be az ötnapos táborba, ahol a résztvevők elsősorban saját lakóhelyük természeti kincseiről fognak előadni. Azért tartjuk, hogy erősítsük a lokálpatriotizmust, a patriotizmust a diákokban, hogy felismerjék, megismerjék a saját hazájukat, hogy tudatosodjon bennük, hogy ez az övék, nem csak az őseiké, akik létrehoztak rengeteg értéket, hanem az övéké is. Tehát ez a miénk érzés, ez az enyém érzés is kialakuljon bennük, mert ha ez kialakul, akkor tényleg megerősödnek a gyökerek, és akkor ők is hozzátesznek ahhoz majd a civil életükben, akár értékmentés kapcsán, akár csak a legkisebb környezetükben. A megnyitót követő napon a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumban találkoztak a diákok, ahol kis előadásokat tartottak egymásnak. Szűcs Roland mezőgazdasági gépész tanuló Kenderesről érkezett, a hortikastély mellett a térségre jellemző szántóföldi kultúrát mutatta be a közönségnek. Tábort azért is választottam, mert ugye a harmadik alkalommal vagyok, aztán jó a közösség, meg azért megtudhat érdekes dolgokat az ember. Azt mondja, hogy Kenderes, hát azért egy elég izgalmas város, történnek minden nap dolgok, nem csak úgy a humán területen, hanem úgy az ott élők is izgalmasak, úgymond. Kerékgyártó Áron és Gomány Hunor bükkábrány nemzetközi szinten is jelentős őskori leleteiről, valamint a város bányászmúltjáról mesélt a hallgatóságnak. Az előadásukra több hónapon át készültek egy kisebb stáb segítségével, felnőtt szakembereket is meginterjúvoltak a kutatott témákban. Mindketten bükkábrányban tervezik a jövőjüket. Nagyon fontos, hogy a vidékeken megmaradjanak a fiatalok, mert a nagyszüleink ott vannak, szüleink ott vannak, de hát ők ugye vinni kell tovább a családi vonalat, meg mindent, a településnek a színvonalát is, meg szintén nagyon fontos, hogy az emlékeket, ami az ősfa, a kis fickó és az a agyagszobor, az is, hogy még tovább, hogy világszenzáció legyen az is, nem csak az ősfa. Az ősfa Kínából jöttek szerkesztők, csinálták a interjút angolok, úgyhogy nagyon érdekes volt, és szeretnénk bükkábrányban lenni tovább is, vinni a vonalat. Bene János, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Honismereti Egyesület elnöke szerint a tábor nem csak rövid, hanem hosszú távon is formálhatja a gyerekek gondolkodását, és akár közülük kerülhetnek ki a jövő érték megőrzői. 8 érték van, tehát épített örökség, szellemi örökség, a környezet, a táj, a sport, a gasztronómia, mint örökség. Tehát rengeteg minden van, és ugye hála Istennek ezekben sok minden érték is előkerült, hiszen a Vármegyei Értéktár, a mi értéktárban már eddig több mint 200 van. A városi értéktárban, hogy Kovács Ferenc polgármester mondta, hogy ott 68 érték van. Ez széles skála. Na most mi úgy gondoltuk, hogy itt tulajdonképpen a természetértékek a fő csapás, ha így fogalmazhatok ennek a tábornak, de mi szeretnénk megmutatni, ez a rövid 5 nap alatt, mert nem sok ez tulajdonképpen, Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye értékeinek a szélesebb skáláját. Bene János hozzátette, Nyíregyháza épített öröksége, valamint a sóstó megismerése mellett a diákokkal ellátogatnak majd a vármegye nevezetes településeire, így Kálló Semjénben megtekintik a Kállai kúriát, Nyírbátorban a középkori templomokat, Cégénydányádon a Kölcsei Kende kúriát és ősparkot, Mátészalkán a Szekér Múzeumot, Vaján a Vajai Várkastélyt, Baktalórendházán a Dégenfeld kastélyt és annak parkját. Mindez azt szolgálja, hogy a táborlakók nagyobb betekintést nyerhessenek Szabolcs-Szatmár-Bereg értékeibe.